Mi, te is játszol vele amúgy? Már azt, tudom, hogy azt mondtad, hogy el sem mered kezdeni, vagy nem akarod, vagy valami, mert hogy előbb megnézed, hogy én mit csinálok, ezért, de végül elkezdted, vagy most csak kamuzol? Na várjál, állítsuk össze a South End Meal. Hot Wings, Texas Burger, Loaded Cheese Fries. Hogy volt? Hot Wings, Texas, Loaded Cheese Fries. Toltad régen te is, ja. Hot Wings, Texas Burger, meg... Mi ez? Hot Wings. Ja, igen. Meg Loaded Cheese Fries. Leegyszerűsíteni itt a dolgokat? Próbáljuk. Kezdjünk akkor ezzel. Ugye ez átmegy igazából egy conveyor grillen. Kicsit pofásabban néz ki. Ez a izé, Loaded Cheese Fries. Menjünk Loaded Cheese Fries 2-t mondjuk. Mi? Akkor 3? Mi a 2? Mi a 3? Egyet, hogy melyik a 2? Jézusom, hát ez de szarul néz ki, hát ez mi? Fúj. Tegyünk le egy Hot Wings-et.
Hát, ez mondjuk maradhat elvileg, mert nem tudom, mi a különbség, ugye a... Legyen elegáns, legyen elegáns. Így. Ezt mentsük el Hot Wings 2-nek. Jó. Csak egy Texas burger kell még, az viszont volt, de azt is átalakítjuk. Texas, 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 itt van, mert ugye ez se annyira csecse. Ugye eleve most kihasználjuk azt, hogy igazából négy. Jó, ez nem... A legelegánsabb.
Hát esetleg még úgy tudunk rajta csavarni egyet, hogy ezt ide. Ez a Texas Burger, ez volt kettő, Texas Burger kettő, nem, de ezt elmentjük úgy. Mindjárt szerintem rófozzunk, ezt így egy menetet letolok, aztán Texas Burger kettőre mentsük. Nem tűnik, most egy elsőre azt mondom amúgy igen, hogy nem, de nem smartot akartam, hanem longot. Egy elsőre nem tűnik ez annyira izének, csak... Na meglátjuk. Ez a South End Meal. Jó, mindegy, mentsük el. Nem. Jó. Forgassuk. Na, de most lényeg az, hogy igazából ezek megvannak. Mondjuk a jet, lehet, hogy mindegyiket felül kéne egy kicsit vizsgálni, hogy mindegyik olyan-e, ami... Igen. Ezt is megcsináljuk kicsit izé egyszerűbbre. Átmegy a darálom. És ugye ez hülye gondolkodás volt, tehát erre most közben rájöttem, hogy ez így nem igazán szerencsés. Ugye ezt meg kell grillezni, és aztán beküldeni a cuccba. És igazából van még itt nekünk...
Hát ezt mentsük el, Big Salad. Kettőnek majd. Right, jó. Így. Tudunk leegyszerűsíteni már semmit, ugye? Ez melyik? Ez a Big Salad 2. Jó. És ezt most úgy hozzuk össze, hogy így. És akkor ő lesz a Jet Age Meal. Abból van. Ez Jet Age Meal 2. Ezért nem törjük a régit. Cheese fries. De volt loaded cheese. Ja, de hülye vagy. Abba volt három is. Fasz vagyok. Abba volt. Jó. Oké. Na. Ugye ki kell építenünk a szokásos, ugye 4 darab cucc kell. Ugye a végéről kezdjük, hogy elférjünk utána. Jet Age Meal. Kezdjük akkor a Jet Age Meal 2-vel. Jó, kés. Mondjuk ezt csinálhatjuk így is. Ezt kicsit átalakíjuk. Így. Loaded Cheese Fries. Oops. Tökéletes. Southern Meal. Nagyon a big salad. Hát igazából ezt meg tudjuk így is. Straight. Fast. Ez a Big Salad, és akkor csak egy Southern Meal kell. Reméljük, ez belefér oda majd. Ó, bassz meg, persze, hogy nem. Azzal kellett volna kezdeni. Oké, akkor a
Big saláta az melyik volt? Az... Ez ugye? Ki kéne még építeni itt a izéket is, haló. Így. Cheese fry sem, nem így. Meglátjuk, hogy jó lesz é, szerintem. Igen. Mondja, kiderül, hogy jó gondolkodtam-e. South Elmél, ugye? Igen. A Jet Age az itt van. Big saláta meg a loaded cheese fries kell, de ez nem fog beleférni, az a baj. Itt a helyen lesz most probléma. Thank you.
Szalad kettő. Aj, négyet foglal a kurva élet. Hát lehet, ezt így be kell áldoznunk. De talán ennyi belefér. Ez melyik volt ez a... Bazd meg, már nem tudom. Bacon strips, potato, cheese, egg. Ez a loaded cheese fries. Na, elvileg jók vagyunk.
Ez legyen akkor a... Jó. Hát igazából egyet tudunk spórolni, vagy kettőt. Egyet. Így. jó. Hát nagyon hamar ki fognak ide érni, úgyhogy igazából... Mentsük el, és akkor már csak az order readereket kell... Ó, oh, csak idéz... Ó, oh, bazd meg. Nem mindegy, most már, hogyha elkezdtem, akkor megcsinálom. Mert ez biztató. Egy, kettő, három, négy, öt. Tíz, tizenegy, tizenkettő. Tehát az négy biztos, hogy kell hozzá. Egy, kettő, három, négy. Persze, hogy öt, bazd meg. Melyik ez a Southern Meal? Ugye mindenből egy kell. Hála a jó Istennek. Thank you.
Na, ez elvekben van kötve. Gyakorlatilag is. Akkor ez kész. Ugye itt van... Ide két order, ide... kettő? Kettő elég. Ugye ez a... Loaded cheese fries. És mindenből egy kell, hála a jó istennek. Tehát sincs bonyolítva. Jó. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy ez a big saláta, amihez ugye van 4, 5. Beszélés kell két order reader. Elveszten valamilyen oknál fogva. Jó, saláta megvan, és akkor már csak az egy jet age meal van. Három. Négy. Öt. Hat, hét, nyolc, kilenc. Bazd meg el. Három. Négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc. Hát az pont nem fér bele, tehát három darab order reader. És ez a Jet Age meal. És mindenből egy kell, de jó, de jó, de jó. Tudunk is nyomni egyből majd egy szimulációt, mindjárt. Jaj, búba, igen, ezt elfejtettem. Szerintem itt, ezek itt már jók. Igen, mert ugye korábbról eltöltöttem be, és ugye ott még izé volt. Próbáltam ott trükközni az idővel. De itt jó. Itt már mindjárt jó. Jó. Azt mondja, hogy itt megvolt a 4. Jet Age Meal. És azt mondja, hogy... Ja, ez nem volt bekötve, ugye? On. Na, hát akkor... Ja, meg order reader-ek kellenek a... Ó, bazd meg, tényleg. Hát, ez pont bele fog férni. Loaded cheese fries. Ő lesz a big saláta. Hm.
akkor a Southern Meal restaurant, az jó. Így, és akkor marad a Jet Age Meal kizárásos alapon. Na, hát fiúk, lányok, elkészült a nagymű. Igen. Na nézzük. Várjál, az miért adott? Haló, az miért ad ki a tizéket? Az nem lett bekötve sehova? Ne basz. A bacon stripsünk. Miért nem lett az bekötve sehova? Hopp, az nem jó, mert ott valamiért az ott már ég. Ez miért ég? Ez mi? Melyik ez? Hot Wings, az megy ugye a Jet. Na ezt nézzük meg. Mi nem jó ott? Azt mondjuk addig oké, csak... Mi a baj? De miért rakja... Mi van? Jaj, mert meg kell ezek... Ó, bazd meg! Ó, bazd meg! Várjál... Na most ez fasza. Gabi bácsi, ugye nem esik kétségbe, mert... Nem olyan fából faragtak. Így, mi. Azt mondjuk, hogy right. Az egyenesen megy be, az... Hát fasztod, ezt még tegyük inkább ide. Így. Így. Na. Toljad akkor neki. Na, az ott meg mi a fasz érjék ki? Ja, mert ott... Na, az ott viszont már problémásabb.
Hát ezt csak ilyen sütőbe tudom megcsinálni, akkor... Nincs jobb ötletem. Nem, izé kell. Frymatic. És akkor ide meg egy okos... Smart. Menjen izé high speedbe. A South End Mill az mi a fasz, ami... Na jó. Szimuláljuk. Nem, mert ez nem jobbra teszi be. Mondjuk ez elég egy... Takar is. Szimuláljuk azért Jet Age miatt. De nem mondom ezt, mi ez? South End miatt. Ja. Straight. Az ott miért nem készül? Egy liquid, várjál. Mert 40 ml barbecue és 10 ml hot sauce. Az oké. Oké. Egy pumpa hiányozna izéből? Az lehet. Ugye 2 együtt az összesen 50. Igen. Na nézzük most. Jó.
Hű, hát lehet, hogy Brofoss az... ha benne vagytok, akkor a meccs után, ahogy volt már ugye párszor rá alkalom, ha gondoljátok, hogy Arni itt leszel, ha ráérsz, akkor ugye Barca meccs után ilyen 11 felé már itthon vagyok, és akkor egy kis Brofoss belefér. De az miért nem veszi el? Ja, mert hogy... hogy a falnak ütközik, és ott nem tud kanyarodni. Ez mondjuk ez probléma. Ja, mindenképpen jó, jó. Akkor szerintem a izé után, a meccs után ilyen 11 felé akkor még jövünk vissza, és ha más nem, akkor Arnival brofoszozunk, de jöhetnek a többiek is, ha itt lesznek. Benedek, Axika, Knobber esetleg, hogyha mondjuk ma még nem fingott be nekünk. Mondd meg, hogy ez miért gyulladt ki? Hát mindegy, akkor olcsa el. A loaded cheese fries. Nem tudom, milyen megoldás, nem ez kell. Szimuláljuk. Azért ez nem maradhat ott. Jó, így lesz a jó.
vicces lesz a fogyasztás, de elvileg az ingredienttel meg leszünk. Ha nem futunk bele olyasmibe, hogy megint ellopja majd egymás elől a vizé, de azt ugye ki tudjuk javítani. Illetve a fogyasztáson is tudunk még variálni egy picit. Igen, ugye most abba futottunk bele tipikusan, pedig hát nagyon gyorsan volt véve minden. De lehet, hogy akkor ezt ma már így nem fejezzük be, mert mégis egész jól eljutottunk. És lehet, hogy jövő héten ezzel kezdjük, és majd egy plusz pályát megcsinálunk. De esetleg még azt meg tudom csinálni, hogy... hát high speedre tesszük a cuccokat. Ezt nem. Ez se érdemes. Tehát ugye itt nyerünk igazából... Itt is csak másfél percet. Itt nem sokat. Jó, legyen ez is high speed. Pedig ugye ennél jobban már nem tudom optimalizálni. Tehát tényleg itt van mindennek a kivezetése, tehát itt van ez is, ez tehát mind a 4-é. Hát vagy majd még azt nézzük meg, de azt már valószínűleg következő alkalommal, hogy az utolsó, ami befut rendelés, az milyen kaja. De szerintem az pont a izé, valamelyik meal. Mert igazából a izé, egy adagoló is ugye.
loaded cheese fries, és Southern Meal az 50. Az meg egy Jet Age Meal-en múlt, egy kibaszott Jet Age Meal-en. Melyik volt a Jet Age Meal? Mi lenne, hogyha itt mindent fölvennék mondjuk 7 másodpercre? Ennyi múlt kb. Viszont kifutni az időből talán így nem fog még a egyik rendelés sem. Szóval nem mindig jó az, hogy gyorsan adagoljuk ki a cuccokat, mert igazából nem futunk ki az időből, viszont az, hogy ha ennyire ki vannak számítva az ingredientek a végén, akkor ugye nem futhat már be új rendelés, amíg kimegy a legutolsó. Illetve be fog futni, csak ezt úgy tudjuk ugye elkerülni, hogy kiadja az ingredienteket, hogy beállítjuk annál a gépnél ugye magasabb, tehát nagyobb időközre. Mindjárt kiderül. Igen, na nézzük. A loaded cheese fries kell még, bazd meg, azt is 7-re kell venni. Az melyik? Az ez. Egy utcsó próbálkozás.
Jó lesz, mert a izé nem ment ki, nem adta még ki. Basszus kulcs. Na gyerünk, 29 van. Hülyét kapok, ha még egy másodpercet hozzá kell adni. De mondjuk így nem bukott el, tehát hogy egy kaját sem, úgyhogy még szerintem adhatunk hozzá, csak akkor megint idő fog vele elmenni. De mindegy, még annyi belefér majd. Na jó, jó, akkor várjatok. Még kettőt hozzáadunk, 6. 8. 6. 6. Még simán bőven zöld, úgyhogy még vehetünk vissza belőle. Lehet, hogy kellett volna többet hozzáadni, azt le van szarva. Mindegy, szerintem ez már jó lesz.
Hát amúgy most meg más izé sorrendet az, úgyhogy tök mindegy. Ezek szerint akkor nem mindig ugyanazt a kaját, ugyanazokat a kajákat rendelik. De a lényeg, hogy megvan, gyerekek. Ha, de ez már régen volt ilyen. Köszönöm szépen, köszi. Continue, mentsük is el. Nagyon jó. Hát igazából akkor ma két pályát azért kimaxoltunk, úgyhogy Maldorado Akadémin is itt. Így van. Hol az egér? Haló? Ja, ott az egér, jó. Jövő héten pedig akkor ezzel fogjuk folytatni az Out of Order, ez egy optional, de ezt megcsináljuk. Aztán a 29, és hát végén a 30-as, de nem ezzel fogjuk befejezni a játékot, mert egyrészt, hát ezt megpróbáljuk még ezt a Fryer in the Hole, de mondjuk lehet, hogy ezzel a logikával megtudjuk majd, mert azért sokat tanultam, az Energy Bart, a többi azt hiszem ki van pörgetve, maximumra, így van. Viszont ugye itt még vannak ilyenek, Chinese New Year, ebben van ugye 3, akkor itt van, itt is van 3, ez valami Thanksgiving update, tehát az még 6 pálya, meg ugye van még 2, amit kettese csináltam, meg vagy 3 darab, az 8, de az ugye ez már nem egy teljes értékű pálya lesz, mert csak egy kicsit finom hangolni kell. Tehát 6, meg ez a 3, az 9, meg ugye amiket még ki kell javítani. Tehát 9 teljes pálya van még hátra, az még egy jó páradás, úgyhogy hát lassan az automos évet azt már olyan hosszan játszom, mint a kb. A Call of Duty-kat így összesen. Na jó, azért annyira nem, de már egy pár Call of Duty rész azért ez alatt úgy lement. Ez már így az 50-40 fölött vagyunk, ha jól tudom, vagy ha jól emlékszem. De mindegy, de én amúgy imádom, meg remélem, hogy nektek is tetszik. Viszont akkor már még nem ért véget az élőadás, illetve most szünet jön, hiszen ugye megyek meccset nézni, Barcelona-Bayern, úgyhogy hajrá Barcelona, remélem, hogy megbasszadtak a bajorokat otthon. Mostanában egész jól megy a Barcelonának, tényleg 3-0-ra verték a Villarreal-t, utána múltkor a... ki volt a másik? Az is egy egész nagy... a Sevillát talán? Vagy a, nem is tudom melyiket. Most két ilyen 3-0-ás vagy 4-0-ás győzelem volt, tehát ilyen elég nagy... azt hiszem gólt se kaptak, úgyhogy most jól megy a támadó játék is, meg a védekezés. Meglátjuk, hogy a Bayern ellen mennyire lesz ez elegendő, úgyhogy megyek most éppen meccset nézni. De olyan 11-4-12 környékén jövök vissza, és akkor egy kicsit brófozzunk. Arninak akkor neked majd szólok. Vámos Barza, Barcelona, Kazinc Barcelona. Úgyhogy jövünk akkor vissza, kis brófolszal, ha valaki esetleg még szeretne csatlakozni Arnin kívül, akkor nyugodtan jöjjön, olyan 4:12 felé folytatjuk akkor az adást. Na, én köszönök is el, mindjárt fölborítom itt a vizemet, köszi, hogy itt voltatok, köszi Arninak leginkább, meg még Axikának, Benedeknek, és valakinek még Twitch-en is. Remélem élveztétek, hamarosan a Volt csatornán elérhető lesz ez a videó is, ahogy a legtöbb, sőt, most a Black Tail Requiemnek a befejezése is már mától ott elérhető, úgyhogy aki nem látta az előadást, azt vissza tudja nézni. Na, szép estét mindenkinek, egy 2 óra 2? Hát egy olyan 2,5 óra múlva, szűk 3 óra múlva jövök vissza, jövünk vissza, és brófolszozunk egy kicsit. Addig is sziasztok!